Magyarország legkeletibb egyházközsége a Rozsái, mondta a helyi görögkatolikus esperes a templom szentelésén. A szent liturgián Kis Andor kiemelte, körülbelül 200-240 hívő jár a pár éve felújított templomba, az épület kívül-belül megszépült. A Rozsái görögkatolikus templom 1926 és 27 között épült fel, tehát pontosan 90 éves most. A felújítás pedig 2013 és 14 között valósult meg egy Európai Uniós pályázatból. Közel 30 millió forintot kapott az egyházközség erre a felújításra. A templom kívül és belül megújult, és így úgy gondolom, hogy tényleg méltó az Isten házához, méltó ahhoz, hogy itt a hívek összejöjjenek és a szertartásokon részt vegyenek. A templom szentelésen az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár is részt vett. Vitályos Eszter a fejlesztési lehetőségekről, pályázatokról is szólt. A kis települések részére elsősorban területfejlesztési és településfejlesztési operatív program áll a rendelkezésére, hogy helyi dolgokat tudjanak támogatni. Úgyis, mint akár önkormányzati fejlesztések, akár helyi civil szervezetek, vagy éppen egyházi fejlesztések. A templom felújítás is egyébként uniós, Európai Uniós fejlesztésből is valósult meg. Több mint 29 millió forint állt akkor a rendelkezésre, az éppen egy vidékfejlesztési program volt. A Rozsái ikonosztázión előtt az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár azt mondta, fontosak az ilyen események, hiszen a helyi közösség, valamint az egyházi és világi kapcsolatok is erősödnek ilyenkor. Soltész Miklós kiemelte, nem csak uniós pályázatok, a kormány is segíti az egyházak működését, fejlődését. Csak tavalyi év végén a görögkatolikus egyházmegyék több mint 6,8 milliárd forintos támogatásból részesülhettek, aminek eredményeképpen egyrészt oktatási, köznevelési feladataikat, tehát mondhatni így mindenkinek segítő feladatokat végeznek el, a másik pedig hát maga a hitéleti feladat, ami főleg a hívőknek, de összességében mégis az is az országot szolgálja. A pár éve felújított templom szentelése azért váratott magára, mert az elmúlt két évben több természeti csapás, jégeső is sújtotta a Rozsáit.